A fennállásának idén 50. évfordulóját ünneplő Mecseki Erdészeti RT hazánk egyik legváltozatosabb földrajzi adottságokkal rendelkező társasága. Az elmúlt esztendőt szervezeti intézkedések végrehajtása, a fakitermelés mérséklése, az alkalmazotti létszám csökkentése jellemezte. Ezzel párhuzamosan a természet, az erdő közeli turizmus fejlesztése, a vadászházak korszerűsítése is megtörtént. Az állam tulajdonában lévő társasága az elmúlt évben a csökkenő fakitermelés mellett különös gondot fordított új erdők telepítésére, erdőfelújításra. Ez évente átlagban 4-600 hektáron történik. Tagadhatatlan, hogy a természet szerelmesei az erdőkért aggódók közül. Sokan megkérdőjelezik, hogy kevesebb fát termele ki a társaság, mint korábban, ugyanis azt látják, hogy a pécsi erőműbe nagy teherautókkal szállítják nap mint nap a fát. Honnan, milyen és mekkora mennyiségű fát visznek az erőműbe? Ez nem veszélyezteti-e az erdőállomány jövőjét? Többek között erről a kérdésekről beszélgetünk mai fórum műsorunkban. Köszöntöm nézőinket és vendégünket, Molnár Tamást, a Mecseki Erdészeti RT termelési igazgatóját. Jó estét kívánok! Nézőinket pedig arra kérem, telefonáljanak, kérdezzenek velünk, üzenjenek vendégünknek az 510-008 és az 510-009-es, valamint SMS-en, ami nem emeldíjas, a 30-30-30-140-es számokon, vagy pedig írjanak e-mailt a forum@pecstv.hu címre. 50 éves a Mecseki Erdészeti RT, gyönyörű jubileum, fél évszázad. Hogyan ünnepelte, hogyan ünnepli a társaság ezt a jeles évfordulót? A múlt pénteken tartottunk egy ünnepséget, hiszen 50 év az elég nagy idő, és méltán lehetünk erre büszkék. Ugyan több névváltozáson és több átalakuláson átestünk ez alatt az idő alatt, de az 50 év elég nagy munka eredménye. Fennállunk, létezünk, nem is akárhogy, én úgy gondolom, és egy méltó ünnepséget tartottunk, ahogy említettem, a múlt pénteken, ahol meghívtuk azokat a volt dolgozóinkat, vállalati vezetőket, és azokat, akik kapcsolatban voltak a részvénytársaságunkkal, hogy együtt ünnepelhessünk, együtt emlékezzünk meg az elmúlt 50 évről. 50 évvel ezelőtt, 1955 áprilisában két erdőgazdaság összevonásával jött létre a Mecseki Állami Erdőgazdaság, a Nyugat-Mecseki és a Kelet-Mecseki összevonásával, bár ez nem jelenti azt, hogy korábban nem volt állami erdőgazdálkodás, korábban is volt, csak több apróbb gondnokság és több apróbb erdőgazdaság létezett korábban is, és hát egy cégként, egy vállalatként 1955 óta működünk. 1973-ban a neve Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságra változott, azért, mert a tevékenységi kör is bővült, és a szokványos erdőgazdasági munkákon túlmenően a fafeldolgozással is foglalkozott ez a gazdaság. Még nem 1993-ban részvénytársasággá alakult, és azóta viseli a Mecseki Erdészeti Részvénytársaság nevet. Ebből az 50 esztendőből önnek személy szerint mennyi jutott? Magyarul mióta dolgozik az erdők szolgálatában? Hát egy kis rész jutott szerencsére vagy szerencsétlenségemre. Én 1988 óta dolgozom, mint első munkahelyem. És az erdők mióta jelentik az ön számára az elsődlegességet, hiszen gondolom nem onnantól kezdve a munkahely miatt szerette meg a természetet, hanem már korábban is. Hát én azzal a klasszikus példával szolgálhatok, amit szoktak mondani, szinte közhelynek minősül már, hogy kora gyermekkorom óta vonzódom az erdőhöz, vonzódom a benne élő állatokhoz, és ez meghatározta már általános iskolás korom óta a pályaválasztásomat is. Nyilván az 50 esztendő alatt sokat változott a társaság szervezeti felépítése, az alaptevékenység a kezdetek óta végigkíséri a társaságot, hiszen a feladat az nem változott. Hogyan változott most az elmúlt időszakban a társaság szervezeti felépítése, változott-e a tevékenysége is ezzel együtt? Hát most leginkább csak a közelmúltat szeretnék foglalkozni, az elmúlt egy évvel. A részvénytársaságunk fakitermelése különböző okok miatt erősen lecsökkent, és ez a csökkenés maga után vonz minden vállalat életében egy létszámleépítést, egy szervezeti változást, és ez következett be 2004-ről 2005-re Víradóra. 5 erdészete maradt a részvénytársaságnak, az egy évvel korábbi 9-hez képest, és ez némi személyi változásokat is jelentett.
Ennek a folyamatnak most már a végéhez értek, vagy várható még további karcsúsítás is? Ez most egy lezárult folyamat, ennek az időszaknak ez volt az eredménye, és most ezzel a felállással, ezzel a szerzeti felépítéssel kívánjuk az elkövetkezendő időszakot. Tehát akik maradtak a társaságban, a cégnél, azok most már biztonságban érezhetik magukat. Igen, én úgy gondolom, hogy biztonságban érezhetik magukat. Néhány éve még megközelítőleg 270 ezer köbméter fát termelt ki a társaság. Ez mennyivel csökkent az elmúlt időszakban? Ez jelentősen csökkent. Az idei évben már a tervezett, mert ugye még itt tényszámokról nem beszélhetünk, a tervezett szám az 220-225 ezer köbméter körül várható, és az elkövetkezendő években ez tovább csökken. 2006-2007-ben már valószínűleg a 200 ezer köbméter alá fogunk menni a fakitermelésben, éves szinten. Mindjárt mutatunk is néhány ábrát, amely talán még jobban szemlélteti, hogy mindez hogyan is alakult, a fakitermelés alakulásáról és az értékesítési irányokról fognak szólni ezek az adatok, amiket majd látunk a képernyőn. Már itt is van, arra kérem Önt, hogy akkor segítsen nekünk megfejteni, mit is jelentenek ezek a oszlopok. Igen, hát ezek oszlopdiagramok, a zölddel jelöltek az elmúlt évek, és már ebből leszűrhető az, hogy egyfajta csökkenés bekövetkezett. Sárgával jelöltük azt az előremetszést, amivel úgy gondoljuk, hogy az elkövetkezendő évek mennyisége megoldható lesz. Egyértelműen látszik ebből az ábrából. Én szerintem ez egy erőteljes csökkenésnek mondható tendencia. Akkor kérjük a következő ábrát. Már is itt van. Erről az ábráról a jelenlegi szervezeti felépítésünk, a szervezeti egységeknek az elhelyezkedése látható. Az öt erdészet, ami az idei évben működik, az elmúlt 9-hez, illetve 8-hoz képest, mert egy árszervezésen már túlestünk a tavalyi év első felében. A megye van ide kivetítve, és sötét zölddel az állami erdők vannak jelölve, és az egyes erdészeti egységek központjai, mint Selje, Szigetvár, Sázsd, Pécsvárad, Árpád-tető, és hát a központunk Pécs. Tehát itt jól látható, hogy ahol a sötét zöld foltok vannak, ott vannak az erdősültségek, ugye? Ezek az állami... Igen, állami erdők, hangsúlyozom. Tehát a világos részeken ott még magántulajdonban lévő erdők... A világos részek, ott még magántulajdon erdők, persze. Önök egyébként együtt dolgoznak a magántulajdonban lévő erdők tulajdonosaival? Tehát együttműködnek pontosabban? Van egyfajta kapcsolatunk, főleg az értékesítés terén, de ez nem nevezhető szoros kapcsolatnak. Talán még tudunk mutatni egy-két ábrát. Amíg ez megérkezik, hadd kérdezzem, hogy miért volt szükséges korlátozni a fakitermelést? Hát ennek a legfőbb oka a természetvédelmi korlátozásokban keresendő. Az elmúlt években különböző korlátozásoknak kellett megfelelnünk, nem lehetett minden olyan erdőt letermelni, amelyik egyébként korában vagy állomány szerkezetében arra megérett. Területi korlátozások, illetve egyéb védendő értékeknek a megóvása érdekében szükségessé vált a fakitermelésnek a csökkentése, és még további csökkenés várható. A Natura 2000, hogyha életbe lép, akkor erre most biztos választ nem tudok adni, de az is valószínűleg maga után vonz egyfajta fakitermelés csökkenés, de ez még nem végleges verzió. Egyébként ezeket az intézkedéseket, korlátozásokat kihozza? A természetvédelmi hatóság, ami az idei évben megváltozott, de a tavalyi évben még a Dunadráva Nemzeti Park igazgatósága vezette be ezeket a korlátozásokat, illetve mikor engedélyezésre beadtuk az éves fakitermelési tervünket, akkor a szakhatósági állásfoglalásukban ezeket mind feltüntették. A Natura 2000-et említette, ez ugye egy program. Mit fog ez jelenteni, hogyha életbe lép, és mikor várható, hogy életbe lép? Hát ez körülbelül 40 ezer hektáron fog érinteni bennünket. Azt, hogy konkrétan milyen mértékben, milyen rendszerben, milyen módon, erre én még nem tudok most biztos választ adni, de a 40 ezer hektár, vagy az azt meghaladó mennyiség, az a területünknek a jelentős részét képviseli, mivel mi 54 ezer hektár állami erdőn gazdálkodunk. Értékesítési irányok, ez egy 2003-as adat, amit most látunk a képernyőn. Mit Igen, ez az erőmű fatüzelésre való átállása előtti időszakra jellemző. Kiragadtunk egy évet, ami egy jó átlagosnak nevezhető. Az arányok azok évről évre ugyanezt mutatták, tehát bármelyik évet bemutathattuk volna. A kördiagramon azt a
mennyiséget tüntettük fel, amely papírfa, farostfa és tűzifa mennyiséget jelentett az éves fakitermelésünkben, és ezt az export, illetve a belföldi értékesítésnek az arányában kékkel, illetve sárgával jelöltük, kékkel azt a mennyiséget, amit külföldre adtunk fel 2003-ban. Ez jól látható, hogy éves szinten 40 ezer köbméter, és összesen durván 140-145 ezer köbméter volt ennek a három választéknak az éves mennyisége, amit kitermeltünk. A nagy rész tehát itthon marad, a kevesebb rész hova megy, mely országokba? A kevesebb része főként Olaszországba, környező országokba exportáltunk, leginkább ott volt rá kereslet, és a szállítási távolság is még egy olyan lehetőséget adott nekünk, hogy ott még megfelelő áron tudtuk ezt a faanyagot értékesíteni. Ausztria, Horvátország, Szerbia, Montenegro, bár 2003-ban még lehet, hogy kis Jugoszlávia néven ment, ennek nincs jelentősége. Tehát a környező országok voltak, ugyanez maradt meg 2005-ben is, amikor már kalkulálnunk kell az erőműbe beszállítandó mennyiséggel. Ez a 3000 köbméter azért látható, hogy ezért ez a tized részét sem érje el a korábbi évek mennyiségének. Én azt hiszem elmondhatom, hogy ez a 3000 köbméteres export mennyiség ez inkább csak arra jó, hogy valamilyen szinten ezeket a piacokat életbe tartsuk, ez már nem olyan mennyiség, amivel mi igazán pénzügyileg, vagy mint export mennyisége számolhatunk. Tehát itt látható, hogy a fennmaradó mennyiség az mind belföldi értékesítést jelent, tehát a 142.790 köbméter, és ez oszlik meg az erőművel való beszállítással, illetve a kis eladásokkal, amit a térség lakói vásárolnak. Hadd hangsúlyozzam még itt, hogy az összes mennyiség nem változik ezzel a két ábrával, azt szerettük volna bemutatni, hogy a fakitermelésünk volumene nem változik, a korábbi ábrából is ez szűrhető le, sőt csökken, inkább az látható, és az a mennyiség, amit értékesítünk, annak a piaci elosztása, a piaci eloszlása változik csak ettől az évtől. Azzal azért ugye tisztában vannak, hogy sokan megkérdőjelezik, hogy kevesebb fát termele ki a társaság valóban, mint korábban. Ugyanis azt látják, hogy a pécsi erőműben nagy teherautókkal szállítják a fát nap mint nap. Igen, ezt nem véletlenül látják, mert ez valóban így van. Addig nem látták az emberek, amikor az erdőből kihoztuk a faanyagot, és nem hoztuk be Pécsre, nem hoztuk át Pécsen, hanem egy-egy erdészet a saját MÁV rakodóján vagomba rakta, és a vagomba pedig nem látszik, hogy milyen anyag hagyja el az ország területét. Látható, hogy 40 ezer köbméter elment eddig az erdőből külföldre, most 3 ezer köbméter megy el. Azt hadd mondjam el, hogy az erőműbe éves szinten 100 ezer köbméter faanyagot szeretnénk beszállítani, illetve a szerződésünk ekkora mennyiségről szól, de mindemellett még körülbelül 40 ezer köbméter, 45 ezer köbméter megmarad, ami a lakossági kiszolgálást szolgálja. Ehhez érkezett egy kérdés, és látjuk is a képernyőn, Sipos János kérdezi, hogy mi úgy látjuk, hogy nagyon jó minőségű fát visznek az erőműben, miért mondják, hogy ez tűzifa? Nem áll érdekünkben jó minőségű faanyagot beszállítani az erőműbe, mert jó minőségű faanyagként, hogyha értékesítjük, ez alatt most értsük a rönköt, akkor a tűzifa árának a többszörösét kaphatjuk érte. Mi olyan cég vagyunk, mint a többi, az árbevételünkből élünk meg, amit rönként vagy más értékes választékként tudunk értékesíteni, akár lemezipari célra, akár fűrészipari célra, azt mi mind a továbbiakban is oda fogjuk eladni. Tűzifának adjuk el azt, ami tűzifa volt eddig, és tűzifa most. Esetleg annyi változást lehet látni, hogy amit eddig méteres hozban vágtunk, és méteres hozban értékesítettünk, azt most meghagyjuk, ha meg lehet hagyni, mert csak azt a minőséget adja, hosszabb választékban, mert így egyszerűbbé válik a felkészítés, az erdei felkészítés, és egyszerűbbé válik a beszállítása is, és lehet, hogy ebből gondolja a kedves néző, hogy rönköt szállítunk be az erőműbe, ez nem így van. Egy métertől egészen 4-5 méteres hosszig, hogyha azt a minőséget adja, mi beszállítjuk a faanyagot az erdőbe, de hangsúlyozni kívánom, ez csak tűzifa minőség. Nyilván nem csak az árakon múlik az, hogy mennyi fát szállítanak az erőműbe, vállalások is kötik ezt. Gondolom, hogy az a szerződés, amit az erőművel kötöttek, azt is tartalmazza, hogy mennyi fát kell szállítani önöknek az erőműbe, hogy ott rendszeresen tudják biztosítani a tüzelőanyagot. Vagy nincs ilyen kötöttség? De van ilyen kötöttség, de kezdjük ott a választ, hogy
Az erdőgazdálkodás elég jól le van szabályozva, és már 101 néhány éve le van szabályozva. Megtervezik a szakemberek, hogy mennyi fát lehet kitermelni egy adott területen, így a mi állami erdőterületünkre is meg van határozva, hogy mennyi fát lehet kitermelni, és van egy hatóság, az erdőfelügyelet, amely ezt szigorúan ellenőrzi. Már ott kezdi az ellenőrzést, hogy a beadott éves tervünket nem hagyja jóvá, hogyha ettől a számtól, a kiadott számtól mi eltérünk. Tehát eleve itt van egy korlát, amit mi nem léphetünk át, utána pedig abból a faanyagból, hogy mi mit készítünk fel és mit hová értékesítünk, az pedig a mi üzletpolitikánkhoz tartozik, és innen jön be az, hogy az erőművel kötöttünk egy szerződést, amit említettem korábban, ez a 100 ezer köbméter éves szinten, ezt oldjuk meg mi az exportnak a rovására, ami az előbbi ábrákon is látszódott. Ez folyamatosan tartható lesz ez az évi 100 ezer köbméter fa? Nem fog elfogyni előbb-utóbb az erdő? Nem fog elfogyni, mert ahogy mondtam, le van szabályozva, van egy tervező cég, aki felmérte az erdőnek a jelen állapotát, felmérte azt a favagyonkészetet, amivel mi gazdálkodunk, és felmérte azt, hogy ez éves szinten mennyivel gyarapszik. És ennek a gyarapodásnak a mértéke határozza meg az éves fakitermelést, hát nyilván ez alatt van, mert egy biztonsági tényezővel is kell számolni, tehát annak a veszélye nem áll fenn, hogy elfogynának az erdők. Mi sem akarjuk ezt, mert hogyha ilyen irányba végeznénk a munkákat, akkor saját magunk elől vennénk el a későbbi lehetőséget. Ezt pedig azt hiszem, hogy senki nem akarja. Azt ön is mondta, hogy a fakitermelés évről évre csökkent, most is csökken, és ezután is csökkenni fog. Tehát akkor ez lesz a biztos pont, ez az évi 100 ezer köbméter, és az egyéb más irányú értékesítéseiket fogják csökkenteni? Igen, igen. Ahogy mondtam, az export tovább fog csökkenni, és akkor az erőművi beszállítást azt továbbra is meg kell oldanunk. Hát nyilván az a lehetőség benne van, hogy néhány év múlva, hogyha ezt a 100 ezer köbmétert nem bírjuk teljesíteni, akkor a szerződés felülvizsgálatára kerülhet sor. Környezetvédelmi szempontoknak a biomassa, illetve a nem fosszilis anyagok kedveznek, ugye ezt tudjuk. Ugyanakkor mégis a környezetvédelmi szempontok a másik oldalon éppen a nézői kérdésekből azt tűnik ki, azt vélelmezik, hogy ez nem felel meg a környezetvédelmi szempontoknak, hogy az erdőt kivágják és eltüzelik. Hogyan lehet összehozni ezt a kettőt? Hogyha azt veszük, hogy a fosszilis energiahordozókból többlet széndioxid kerül a légkörbe, és ez a többlet széndioxid szennyezi a környezetünket, akkor úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy a biomasszába kell gondolkodni, és azon belül is mi úgy hívjuk, hogy dendromassza, tehát a faanyagra alapuló energiahordozó, mert ez semmilyen többlet széndioxid terhelést nem ad a környezetnek. Ha le van szabályozva az a mennyiség, ami kitermelhető és ami elégethető, és ennek a megújítása, ezt hadd hangsúlyozzam, a megújítása biztosítva van, akkor úgy gondolom, hogy semmilyen veszély nem áll fenn, és a környezetünket is megkíméljük többletterhelésektől. Talán itt a kulcs szó a fakitermelés és a fakivágás között. Ez a különbség, hogy a fakitermelésben benne van az is, hogy az erdőket megújítják vele párhuzamosan? Igen, ez szakmai kötelességünk, és szakmai kötelességünkön túl még törvényi kötelességünk is, mert minden kivágott erdő helyére újat kell létesíteni, és nem is akármilyen hosszú távon, hanem az is le van szabályozva, hogy milyen rövid időn belül. De hát az erdész ezért van, hogy az erdőt felújítsa, és új erdőket hozzon létre. Hogyha most újítanak meg egy erdőt, akkor abból mikor lesz olyan méretű erdősültség, amit már ki lehet termelni? Az erdősültség ettől nem változik, legfeljebb a faállománynak a képe változik, mert nyilván, hogyha egy erdőt letermelünk, attól még az a terület erdő marad, csak legfeljebb nem lesznek rajta nagy fák. Egy akácos esetében ez 30 év, amíg ugyanaz az állapot újra kialakul, de egy tölgyes, bükkös esetében ez eltart 100-120 évig is. Mikor lehet vágni ezeket a fákat? Várni kell 100-120 évig? Igen, amit ma elültetünk, azt 100-120 év múlva lehet kivágni újra. Amit mi kitermelünk most, azt a nagyapáink ültették annak idején. Ez a szakmánkkal együtt jár, amit mi elültetünk, azt pedig az unokáink fogják kivágni. Itt a következő kérdés Kenyeres Józsefné kérdezi. Az alkalmi erdőjárók közül sokan kárt okoznak az erdőkben. Miért nem felügyelik jobban? Mi próbáljuk az erdővédelmét megoldani. Nagyon sok veszély fenyegeti az erdőt, de leginkább azt hiszem, hogy ahogy a nézőnek igaza van, az erdők, az emberek azok, akik a legnagyobb veszélyt jelentik. Sajnos nem áll módunkban
erdőrendőrséget létrehozni, az erdészek és az erdőben dolgozó emberek próbálják a munkaidejükben és a munkaidejükön kívül megvédeni az erdőt, de ez nagyon gyenge hatékonysággal működik, be kell vallanunk. Egy pillanatra még térjünk vissza a biomasszára. Úgy tudom, hogy a Pannonpaer Holdinggal és a Pécsi Egyetemmel közösen folynak olyan kutatások, amely a fatüzelés hatékonyságának javítását célozza meg. Itt pontosan miről is van szó? Ez kapcsolódik ahhoz a kérdéséhez, ami arról szólt, hogy a 100 000 köbméter tudjuk-e hosszabb távon tartani, és ha nem tudjuk, akkor esetleg mi a megoldás. Az nyilván az erőmű számára nem érdek, hogy akkor kevesebb fát tüzeljen el, de mint Baranya megyei lakos vagy magyar állampolgár, nekem sem érdekel, meg senkinek sem érdekel, hogy újra esetleg a fosszilis energiahordozók felé forduljunk. Valami megoldást kell találni. Itt a megoldás egyik lehetősége az lehet, hogy újabb erdőket telepítünk, és ezeket az erdőket abból a célból telepítjük, hogy később energiahordozó fákat neveljünk rajta. Ezek ilyen energetikai célból létesült faültetvények. Ilyen irányba folynak kísérletek az egyetemmel és sok más céggel közösen, hogy hogyan lehet ezt minél több területen, minél nagyobb hatékonysággal működtetni, mik azok a fafajok, amelyek szóba jöhetnek, amelyek megfelelő energiatartalommal rendelkeznek, illetve amelyek alacsony költségen, viszonylag gyorsan megnevelhetők, és milyen kezelésekkel, milyen eljárásokkal, milyen területeken lehet ezeket az ültetvényeket létrehozni. Ilyen irányba folynak kísérletek, elég kiterjedt kísérletek folynak több szinten és több helyen. Reméljük, hogy néhány év múlva már használható eredmények lesznek ebből. Milyen stádiumban vannak most ezek a kutatások? Ilyen irányú kutatások már több tíz év óta folynak. Az Erdészeti Tudományos Intézet már a 70-es években elkezdett ilyen irányú kutatásokat, attól függően, hogy energia terén hogy voltunk ellátva. Kicsit föllángolt ez a kísérletező kedv, aztán utána egy kicsit alább maradt. Az elmúlt években újra föllángolt, és az idei évben és az elmúlt évben kezdtünk ilyen irányú kísérleteket, de ezek gyors eredményt is tudnak produkálni, néhány év múlva már használható eredmények lesznek, amik az újabb kísérletek, illetve a telepítések létesítéséhez már hasznosak lesznek majd. Az ugye egyértelmű, hogy a társaság alaptevékenysége az a fakitermelés, amiről idáig beszéltünk, de azért csinálnak önök sok minden mást is, új piacokat is keresnek ezzel. Ennek egyik része a természet és erdőközeli turizmus. Mit kínálnak? Nagyon sok mindent kínálunk. Mindent, amit az erdőbe be lehet vinni, és kulturált turizmusnak nevezhető. Kezdve a vadászattal, amit már nagyon régóta folytatunk, és az erdei iskolás tevékenységünk is elég régóta, és elég magas színvonalon működik. És ennek egyik célja éppen az, hogy azok az erdőjárók, akik rongálnak az erdőben, ezeknek a száma csökkenjen. Hogy felnőjön egy olyan nemzedék, amelyiknek már fontos lesz az erdő, tudja, hogy ha ott valamilyen tevékenységet folytat, akkor az káros vagy hasznos az erdő számára, tehát legyen ezekkel tisztába. És ha minél több ember kicsalogatunk az erdőbe, akkor megtanulják az erdőben való viselkedési formákat, megtanulják azt, hogy ott mit lehet tenni és mit nem lehet tenni, és ehhez kínálunk mi különböző programokat, különböző túrákat, tanösvényeink létesültek, és hogyha valaki több napra kíván elmenni, akár megyén belülről jövő, akár az ország más területéről érkező, akkor a vadászházaink és az egyéb vendégházaink azok rendelkezésre állnak. Minden erdészeti központnál van, ahol több is van ilyen szálláshely, amelyek elég komoly színvonalon, teljes ellátással megoldják azt, hogy valaki egy hétvégét, vagy akár több napot egy baráti társasággal, egy baráti rendezvénnyel összekapcsolódva kellemes időtöltést töltsenek el az emberek. Nyilván ezt a fajta turizmust is, ez újdonságnak számít, azt hiszem manapság, és tanulni kell az embereknek. Önök ebben is segítséget tudnak nyújtani, hogy milyen lehetőségek vannak, és ahhoz hogyan tudunk hozzájutni? Igen, a tanösvények azok kiválóan szolgálják ezt a célt, illetve az is megoldás, hogyha egy túrát kérnek tőlünk, általában idegenvezetés egy erdésznek a közreműködését jelenti. Nagyon sok mindent elmagyaráz, és én úgy gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok alapján bátran mondhatjuk, hogy ezek hasznosak voltak, és az embereknek elég sok új ismeretet adtak az erdőről. Hova fordulhatnak azok konkrétan, akik szeretnének ilyen túrákban részt venni, vagy akár egy vadászházat meglátogatni, kibérelni? Bármelyik MEFA-ERTÉS egységhez, a központunk a Rét utca 8-ban található, ott nagyon szívesen
adnak fel világosítást, szóróanyagaink vannak, amit ott meg lehet kapni, tehát a megkeresésre elküldjük, illetve bármelyik erdészethez, ha fordulnak, mert tudják, hogy melyik térséget akarják meglátogatni, ott nagyon szívesen állnak rendelkezésére bárkinek. Közben érkezett egy SMS, éppen most fut a képernyőn, én is olvasom itt a monitoromról, legalább akkora mennyiséget hordanak az erőműbe az egyéni fakitermelők is, és jó minőségű fákat. Nem tudom, mit ért a néző az egyéni fakitermelők alatt. Ha úgy vesszük, hogy azok a magánerdőgazdálkodók, akkor erre a kérdésre igazából nem tudok választ adni, mert a magánerdőgazdálkodók is ugyanúgy kapnak engedélyt, ugyanolyan szigorításokkal az erdészeti hatóságtól, mint mi, és az így kitermelt fát, hogy ők milyen módon, hová értékesítik és milyen áron, ahhoz senkinek beleszólása nincsen, az az ő szívügyük, úgy oldják meg ezt, ahogy akarják, erre nekünk hatásunk nincsen. Egy korábbi gondolatmenetben ön említette, hogy szeretné, hogyha felnőne egy olyan generáció, aki az erdőt már tényleg a sajátjának tekinteni, szeretné és védeni. Azt hiszem, ennek az egyik legjobb eszköze az Erdei Iskolák Intézménye, ami egyre nagyobb népszerűséggel, egyre nagyobb kihasználtsággal működik az elmúlt esztendőkben a gyerekek, pedagógusok és szülők örömére. Tervezik-e, hogy még tovább fejlesztik ezt a rendszert, illetve a most működőbe bekapcsolódhatnak-e még továbbiak is, további iskolák? Igen, folyamatos fejlesztést eszközlünk az erdei iskolák terén is, de hát a pénzügyi lehetőségeink azért elég erős korlátot jelentenek. A meglévők fenntartása is elég nagy költséggel jár, de mindig próbálunk pályázati lehetőség útján, vagy egyéb más forrásokból újabb lehetőségeket biztosítani, és szeretnénk minden erdészetnél, hogy legyen egy vagy több erdei iskola, hogy minden kisebb falu, minden kisebb település eljusson egy erdei iskolához. Eddig mennyi gyereket sikerült megmozgatni? Nem pontos számra vagyok kíváncsi, hanem egyáltalán mennyire, önök hogy érzik belülről, hogy mennyire népszerű ezt, szeretik a gyerekek? Szeretik, és visszajáró vendégek lesznek. Hadd ne mondjak számot, mert nem tudok pontos számot mondani. És hogyha visszatérő vendég, akkor azt kettőnek vegyük, vagy egynek vegyük, azt sem tudom. De aki egyszer eljutott, az utána már újra jönni akar, és a pedagógusok is ugyanilyen véleménnyel vannak, mert nagyon szívesen beteszik az éves tantervbe az erdei iskolák látogatását, és ezzel az ő vállukról is egyfajta terhet levesz az erdei iskolás pedagógus, másrészt az ő munkáját könnyíti, hogy a későbbiekben, hogyha valamit magyarázni kell bent a tanteremben, akkor hivatkozhat arra, amit kint az erdőben láttak. És így a műsor végére már csak egyetlen kérdés. Most már úgy tűnik, hogy tényleg tavasz van, ilyenkor mindenki kicsit könnyebben mozog és vágyik a szabadba, talán többen elhatározzák, hogy akár a hétvégén is egy túrát tesznek az erdőkben, a mecsekben, vagy még távolabb. Ön mit javasolna most? Adjon nekünk egy-két tippet, hova érdemes elmenni? Hát pécsieknek legközelebb a mecsek az, ami megközelíthető. Aki bátrabb és távolabb szeretne menni, annak javaslom a Zselicet. Gyönyörű szép, az ország egyik legszebb tája. Azok az ezüsthársas bükkösök, amik ott találhatók, azok nagyon nagy élményt fognak jelenteni. Illetve aki nem akar hegyre, dombra fölmászni, hanem a síkvidéket kedveli, az menjen el a Dráva közelébe, és ott nézze meg a Dráva menti erdőket, amelyek szintén óriási élményt jelentenek, mert gyönyörű szép erdők, és most talán még az unyok sem annyira zavarja a kirándulókat a Dráva közelében. Én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és beszélgethettünk mindenről. További sok sikert kívánok tevékenységükhöz. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a kérdéseket, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!